Csoki bentlakásos képzésen van nálunk. Ha egy autóhoz kéne hasonlítanom a kutyát, akkor ő egy szívó dízel. Gyakorlatilag izzítasz, bemelegíted a motort, nyomsz egy fél gázt, és hirtelen azt hiszed észre, hogy Indiában vagy már. Ő is pont ilyen, se túl gyors, se túl lassú, nem gyorsul, teszi a dolgát, csinálja a feladatokat, csak hát győzett kivárni. Ő egy ilyen típusú kutya, persze sokkal jobb, mint hogyha egy olyan idegrendszert zártak volna bele ebbe a testbe, ami egy nagyon pörgős, nagyon kalidikus lenne, mert ezt a kutyát fizikálisan megállítani igen nehéz lenne. Gyere, papi. Lápos Csokikán, gyere. Lápos? Igen? Szuper. Nem? Lápos. Igen? Fekszik? Igen? Lápos. Lápos Csoki, gyere már. Gyere Csokikán, gyere. Szuper vagy. Lápos. Gyere. Ott ül. Ne. Ott ül. Bravo, bravo. Lápos. Lápos. Fekszik. Mondom, fekszik. Jöjj föl. Fekszik le. Fekszik. Fekszik. Jó. Bravo, bravo. Lápos. Mennyi nem mondtál? Lápos. Gyere. Gyere már. Lápos. Gyere. Szuper vagy. Ülj le szépen. Fekszik le? Fekszik. Fekszik. Jó? Á, szuper vagy. Bravo, szuper. Lápozz. Gyere, Csokikám. Jó, de jó le. Fekszik le? Fekszik. Jó? Fekszik. De nem állsz szá. Fekszik. Jó? Szuper vagy. Na. Fekszik le. Fekszik. Ül. Super. Lápod. Gyere, mozduljál meg, öcsém. Ülj le. Bravo, super. Lápod. Hogy? Gyere, lápod. Lápod, Csokikám, gyere. Fekszik le. Fekszik. Fekszik. Jöjj hozzám. Ül. Lápod. Gyere, mozogjál. Ó, de szuper. De jó, hogy.